Pest Erzsébet az 1956-ban egységes 20. kerület nélkül nem lehet hitelesen megírni a forradalom és szabadságharc történetének döntő eseményeit. A Pest Erzsébet életében egyedülálló közösségi, művészeti projektsorozat bemutatásakor a sajtó képviselői és a meghívott vendégek tájékoztatást, hangulatképeket, igazi élményeket kaptak az elkövetkezendő egy év történéseiből. Mozart egyébként is az egyik kedvenc zeneszerzőm. Hát ez a Requiem meg egy csoda, úgy gondolom. Amikor először hallottam ezt a művet, akkor hát igazából rögtön beleszerettem, és azt éreztem, hogy nekem ezt egyszer, legalább egyszer muszáj elénekelnem. A Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet közel 400 ezer lakos egészségügyi ellátását biztosítja sok szakterületen. Egyes szakmákban több mint 1 millió fő részére kell hármas progresszivitási szinten rendelkezésre állnunk. Ezzel nem csak a központi régióban, de országosan is a legnagyobb ellátási területtel rendelkező kórházak közé tartozunk.